Szeptemberben még lelkesedéssel indul a nap, a vágyott külön órákon vagy az edzéseken is nagy kedvel vesznek részt az általános iskoláskorú gyermekek. Májusban, júniusban azonban jellemzően nem ez a helyzet. Alig akaródzik kiszállni az ágyból, és egyre többször hangzik el a ma nem akarok iskolába menni mondat. Ezek nem a lustaság, hanem a tanévvégi fáradtság jelei, amikor felüdülés lehet a tanulók számára a vakáció. Ilyenkor a szülőknek is fel kell ismerniük, hogy hagyják pihenni gyermeküket, egy-két hétig akár passzívan is. Nagyon elfáradnak a gyerekek, főleg mentálisan, szellemileg, lelkileg is kimerülnek a nem csak a tanulásban, hanem az iskolába járás egész éves nehézségeiben vagy mindennapjaiban, úgyhogy szerintem itt az első hetekben lehet őket nyugodtan hagyni pihenni, és aztán jöhetnek a programok, de így, ahogy említetted, valahogy okosan, egyensúlyban tartani azt, hogy tábor is legyen, hasznos elfoglaltság legyen, és legyen ténylegesen olyan kikapcsolódás, amit csak azért csinálunk, mert szeretjük, és amiben egy picit hosszasabban el tudunk mélyülni, nem kell mindig figyelni az órát, nem kell mindig időre valahová rohanni, sietni. Gyakran alkalmazzák a vakáció idején a szülők, hogy elvonással büntetik gyermeküket. Ennek oka pedig a vártnál gyengébb jegyek a bizonyítványban. A pszichológus szerint ezzel csak tovább nő a teher a gyereken, szorongóvá válik és félve indul neki az új tanévnek. Ugye itt is fontos, hogy ne csak az érdemjegyeket figyeljük, hanem azt is, hogy mennyi munka vagy mennyi erőfeszítés van mögötte, hiszen ebben azért nagyon különböznek a gyerekek, hogy kinek milyenek az adott képességei, és jó, hogyha ezt értékeli a szülő, vagy ismeri el. És vannak olyan gyerekek, akik sajnos sosem kapnak valami jutalomkönyvet, vagy oklevelet, mert az iskola által támasztott ilyen irányú mércéket nem érik el, de hogyha a szülő úgy gondolja, hogy az ő gyereke abban az évben igenis megtette, amit tőle telt, azért nyugodtan lehet akár otthon is készíteni valami kis elismerő lapot és értékelni őket. Okostelefon. Nyáron sokszor legkényelmesebb megoldás a szülő részéről, hogy lekösse gyermekét. Pedig a túl gyakori használat nem csak függőséget okoz, hanem tompít és csökkenti a kreativitást. Az apának és anyának ilyenkor következetesnek kell lennie. Hogyha elvesszük ezt az eszközt, vagy csökkentjük a használatát, akkor azt tapasztaljuk, az első reakció az a gyerek részéről, hogy unatkozom, és fel alá járkál, akár dühös, irritált, tele van feszültséggel, amit gyakran a szülőn tölt ki, hogy nem találja a helyét, nem találja, mivel foglalja le magát. De hogyha türelmesen ezt meg tudjuk várni, akkor ez csak egy-két napig tart, és utána pedig mindig arról számolnak be a szülők, hogy a gyerek egy csomó mindent felfedez újra, vagy pedig újonnan. Nyilván ebbe segíteni is kell neki, hiszen ha csak úgy magára hagyjuk, hogy találja meg, akkor nem biztos, hogy megtalálja, de hogyha hívjuk, bevonjuk, megmutatjuk neki, hogy mit lehet helyette, társasjátéktól kezdve, könyvolvasáson keresztül tényleg az otthoni tevékenységek, egy közös kirándulás. Fontos tanács még, hogy időnként az okostelefontól függetlenül is hagyjuk unatkozni a gyermeket, ez szintén a kreativitást, a fantáziát fejleszti. Ha pedig a gyermek nem szeretné, ne erőltessük a nyári táborokat, de mindenkinél érdemes legfeljebb egy-két hetet táboroztatni a szünidős tanulókat, mert ezek is jellemzően akár az iskolához hasonlóan kötött programokat tartalmaznak.